Szép jó estét mindenkinek, örülök, hogy ennyien összegyűltünk, és harmadik kulturális központbeli Dharma beszéd és kérdés-válasz közepette szeretnék a zen egyik nagyon finom tanítóeszközével, a zen körrel kezdeni. Mindenki látott ilyen hatalmas tusi vonással megrajzolt köröket, vékony, vastag, kínai, koreai, japán, bármilyen stílusban, és hát arra nagyon sok mindent mondunk, az a teljesség, az üresség, a tisztaság, stb. Viszont én most a zen kör, mint egyfajta fokozatbéli tanítóeszköz szeretném felhasználni. Tehát jelöljünk ki a zen körön, a mi tudatunkban, 5 kitüntetett pontot. 6 óra irányban van a 0 fok, 3 óra irányban a 90, 12 óra a 180, 9 óra a 270, és 360 az ismét 6 órás pozícióban, átfedésben a nullával. Mit jelentenek ezek a beosztások? A 0 fok az az, ahogy az emberek többsége leéli az életét. Őnek igaza van, másnak nincs. Ővel minden rendben van, a világgal van a baj. Ő mindent rendesen csinál, de a családja, a barátja, az ellenségje, az egyéb állatfajták, ők a hibásak. Nincs kérdés. Követelés van. Nincs segítség, csak elvárás van. És ez egy nagyon sarkított ugye, kép, mert az emberek másképp gondolkodnak magukról, de ha megnézzük a summázatát a legtöbb ember életének, sajnos ezek a tendenciák minden mást felülmúlnak, amit most elmondtam. Tehát nagy részt statisztikai átlagban, az idő többségében így éljük le az életünket, ha csak fel nem merül a kérdés, hogy miért van ez így, miért születtünk meg, miért viselkedem így, miért viselkednek velem így, minden szépet és jót szeretnék, de nem vagyok rá képes, és hogyha ezek a kérdések fölmerülnek, akkor beláttuk a szenvedés tényét, és a szenvedés tényének a belátása az, ami a 0 fokról úgy kirúg minket, és elindulunk szépen így a tanulás útján fölfele. A tanulás az elsősorban intellektuális, mert fogalmakon, szavakon, szövegeken, képeken keresztül értjük a dolgokat, legalábbis kezdetben. És a tanulás az szépen megy, és porhanyósítjuk föl a tudat talaját, és egyre több dolgot értünk, és intellektuálisan láttunk, és elkezdjük a karma működését szemügyre venni. Ok és okozat, az ok és okozat felhalmozódása szokásokká, személyiségelemekké, és végül is az énünkkel elkezdünk így fogalmi szinten tisztában lenni. Igen, ám csak ennek is megvan a határa. Tehát akármennyire is jól tudod a szakácskönyvet, el kell kezdeni főzni. Akármennyire is jól látod a térképet, el kell kezdeni haladni a térkép által kijelölt irányba. Tehát amikor már te porhanyos vagy a sok tudástól, de még mindig nem jutottál belül komolyabban semmire, akkor elérted a 90 fokot. És ha megnézed, nagyon sok ember a 7 milliárdból egy egészen kicsi hányad, de mégiscsak látható, az intellektuális tudás szintjén maradnak meg, és ott sertepertélnek továbbra is, és őnekik ez az összes előnyével, hátrányával, erényével és ugye hibájával együtt, ez egy elfogadható életmód, mert tudnak már eleget. Az lehet, hogy még nem tapasztaltak, még lehet, hogy nem mentek az úton, de már nekik ez elég. Ez az intellektuális tudás, ez a 90 fok, nem több, nem kevesebb. De ha eldöntjük, hogy meg is akarjuk főzni, aminek a receptjét már olyan jól tudjuk, ha eldöntjük, hogy a térképen kijelölt irányt el is akarjuk érni, akkor a 90 fokról kimozdítjuk magunkat, és elindulunk a tapasztalat vagy a gyakorlat útján. Akkor leülsz és meditálsz, akkor a receptet elkezded megfőzni, akkor az úton elkezdesz menni, és mész, egészen a 180. fokig, amikor a tapasztalat teljessé válik. Tehát 90 fokig az én intellektuálisan megfogalmazható működését érted el, azzal lettél tisztában, és 90 fokon túl elkezdted
az ént magát lebontani, azt az akadályt, amiről az előző előadásban úgy beszéltem, mint a tűzfal, ami közted és a világ között van. Ami igazi énedet és a világot elválasztja. Ami a lényeg, az egységes, világos lényeg tapasztalatát ugye, akadályozza. Hát a 90 fokból kiindulva fölfelé elkezded az énedhez fűződő összes téves nézetet, az énség illúzióját szépen a belátás által bontani lefele, nem kalapáccsal, nem vésővel, mert csak erősítés visszanő, daganattal, tehát nem úgy csináljuk. A látás maga már a megszabadulás eszköze, mert hogyha magadat megláttad egy bizonyos szempontból, már nem leszel ugyanolyan, mint 5 másodperccel előtte. És ezért van a meditációnak akkora ereje, és elrettentő ereje is. Mert nem tudod a tapasztalatodat meg nem történtté tenni. És mivel a sajátod és senki nem szuggerálta beléd, senki nem erőszakolta rád, ezért az önkéntesség és közvetlenség együtt elkerülhetetlenné és visszavonhatatlanná teszi. Amit meglátsz magadból, az a tiéd. És amikor az illúziók egyre vékonyabb és vékonyabb rétegekben ugye, hámlanak le rólad, elérheted a teljes éntelenség állapotát, a teljes egyéválás állapotát, a nem név és nem forma, nem szenvedés és megvilágosodás állapotát, melynek nincsen szóba fogható neve, nincs alkotható formája, nincs élete, halála, karmája és megváltása. A zenben rengeteg módon szokták jelölni, néha a padlóra ütnek, hogy ebben a pillanatban se gondolkodsz, tehát nincs gondolkodás, nincs jó, nincs rossz, semmiféle dualitás, sem élet, sem áll, ez a 180 fok. Nagyon sok neve van, és én most nem tüntetnék ki egyetlen egy vallást vagy irányzatot sem azzal, hogy valamibe ugye behelyettesítem ezt a pontot. A tapasztalat nem kommunikálható. Az arrafele vezető út megmutatható. Ezért mindenkinek magának kell elérni. Úgyhogy az erőfeszítésben társak lehetünk, de a tapasztalatban mindenki önmaga van. És ez így fel. Segíthetjük egymást, de egymás helyett nem végezhetjük el a munkát. Úgyhogy 180 fokon tapasztalod azt, ami nem tudható, mert ez az, ami tud. Nem látható, mert ez az, ami lát. Nem hallható, mert ez az, ami hall. Nem születik és nem hal meg, mert ez az, ami felveszi az életet és átéli a halált. Ami testben van, test nélkül, hogyha emlékeztek a köztes létre vonatkozó kérdése, amely forog a 2+2 ugye, köztes lét állapotban, amely ha megszabadul, akkor szabadon választja az életet és a halált, vagy ha nem szabadult meg, akkor kényszerként és egy sorozatos, karmikus ugye, baleseti gócpontként éli meg az életet. Ez a 180 fok, és az ember azt gondolná, hogy ha ezt elértük, akkor tuti, mert milyenk a nirvána, mi vagyunk az arahatok, de legalábbis bódhiszatvák, vagy ha nem buddhák. És a megvilágosodásnak ez a pontja, ez nagyon csábító, és ekkor szoktak ilyen vágyálmok születni. Azt felejtjük el, hogy a 180 fokban nincs én, tehát nincs vágy és beteljesülés sem, de bűn és bűnhődés sem, és a megszabadulás élménye is elvész, mert nincs, aki átélje. Tehát ezt azért kell nagyon szépen letenni a padlóra, hogy senkinek semmiféle álomvilág, mint Tropaver Hümér a Szaharában, ne akadályozza a haladását. Ugye? De ha ezt az egyéválást átélted, akkor a fogadalmaid ereje tovább visz, az irányvételed ereje tovább visz, és ebből az állapotból az én újra teremti önmagát, de már tudatosan és tisztán, és eléri azt a szabadságot, amit a 180 foktól kezd el gyakorolni, a Főnix újraszületésekor kezd el gyakorolni, és a 270. fokon éri el a teljes szabadságot. És ezt, hogyha elolvasod a régi irodalmat, akkor az úgy is szó, hogy az a teljes mágia és az abszolút természetfeletti képességek birodalma, de én ezt szeretem úgy fogalmazni, hogy amit addig nem tudtál megtenni, a 270-en meg tudod tenni. A 90 fokon megértetted, hogy miért nem tudsz megbocsátani az ellenségednek. 180 fokon megszűnt az ellenség és a barát, utána újra teremtetted ugye, saját magad,
egy bodhiszatvikus ugye énnel, mert megjelenik újra, csak tisztán, csak 270. fokon meg tudtál bocsátani az ellenségednek, szeretni tudod azt, aki nem szeret téged, nem fogsz szenvedéssel ugye visszaválaszolni a szenvedésre, és ezáltal megszabadulsz tőle. Magyarul a reakcióid helyett autentikus akciók lesznek, és ekkor a szekundér cselekvés, az állandó reaktív tudat, az állandó dualisztikus tudat, ami a 90-nél átlátott volt, de még nem szabadultál meg. A 180-nál nem volt tudat, és a 270-nél elkezdesz úgy működni, hogy valójában akartál, de te voltál saját utadban, az éned volt saját utadban. És amikor ezt félre kotortad, és megszüntetted, és ellobbantottad nyom nélkül, akkor lépsz a saját belső mágiád birodalmába, amikor nincs korlát közted és a másik ember között, nincs gátlás, de udvariasság és ha kell távolságtartás és helyzetfelismerés van. Átérzed a másik ember tudatát, mindent, ami benne van, de nem avatkozol bele a tudatának a belügyeibe. Átérzed az érzelmeit, a gondolatait, a teljes spektrumot, amit az az ember áraszt magából, és ez az együttérzésed alapja és a segítség belejárója, de nem végzed el helyette a munkát. De a segítségnek, az útmutatásnak az az alapja, hogy te tökéletesen látod azt, aki vagy ami éppen előtted van. Ehhez az kell, hogy magadat lásd. Amit nem látsz magadban, azt a másikban sem, a világban sem. És ezért kell a 180 fokot elérni, és nem valami ugye kis egérúton átvágni a 90 és a 270 között, és ez a bot csinált a mágusok vagy egyéb ilyen fércművőknek a helye, hogy nem ért el a 180-at, csak esetleg 160 és 230 között talált egy ilyen kis, és akkor átvágtuk, és nincsen ugye abszolút értékű a tapasztalás. Úgyhogy a 270 az a teljes szabadság. Csak hogy a teljes szabadság önmaga kötöttség, hiszen nem tudsz igazából elköteleződni, nem tudsz egy irányt fölvenni, mert ragaszkodsz a szabadsághoz. 90-nél ragaszkodtál a megértéshez, 180-nál, ha valaki olyan helyzetbe kerül, ragaszkodsz az ürességhez és a nirvanisztikus lét, ugye nem létéhez, és a 270-nél pedig ahhoz a személyes, vagy kicsit már kollektivizált mágiához, hogy mindent megtehetsz, minden lehetséges. Minden okot és okozatot meg lehet teremteni, és föl lehet oldani. Igen, ám csak, hogy ez még mindig én. Itt még mindig vannak akadályok. És a 270-ből a tovább lépés az, hogy ezt is, a feloldott karmát is magad mögött hagyod, és visszaérsz a 360 fokra, ahol az ég kék és a fű zöld, ha valaki éhes, enni adsz neki, ha valaki szomjas, inni adsz neki. Ha fáradt vagy, pihensz, ha valaki más fáradt, akkor segíted ahhoz, hogy lepihenhessen. És ez az a lét, amit az ilyenségre, nem a jóra és a rosszra, az énre és a másra, hanem az ilyenre, az éppen ilyenre alapozva élhetünk. Pont úgy látjuk magunkat és a világot, ahogy van, és ekkor a 360. elérésekor eltűnik a kör, mert nincs rá többet szükség. Az éned látszatén és a cselekedeted már nem önmagadra irányul, hanem mások segítségére. És ha egy ilyen irányú életet élünk, ezt hívják bodhiszattva útnak. És ezt a bodhiszattva utat gyakorolva, járva törekedhetünk mások és magunk szenvedésének a csökkentésére, és ezzel ugye fordítottan arányos a megvilágosodottság mértéke, hiszen minél kevesebb szenvedés van, annál világosabb tudattal élsz. És minél sötétebb tudattal élsz, annál nagyobb a szenvedés mértéke. Úgyhogy ez, amit most hallasz, ez szükségszerűen 90 körüli, és minden darma beszélt 90 körüli. Hogyha esetleg az előadó csendben van, és ti is, akkor lehet a gondolatod zsongásán, vagy az érzelmek sercegésén túl valamit tapasztalni, de ahhoz már meditációs gyakorlat kell, hogy ezt meg is tud tartani. Tehát zen, dharma beszédek alatt, ugye
láthatsz és hallhatsz demonstrációt, hogy legalább abban a pillanatban ne gondolkodj, és a 180-nak legalább egy picike kis ízelítője ott legyen. De a következő pillanatban ugye az előadó tovább mondja, te pedig tovább gondolod, és kilépsz innen, és a 90 körül mozog a megértésed. Utána pedig megkevered többivel, és akkor az szépen fluktuál. Úgyhogy igazából nézd meg, hogy ezt a zenkört hogyan tudod használni arra, hogy haladj az úton. Miért? Mert ahogy ebben a testben elkezdtünk lélegezni, és felsírtunk, és kinyomtuk a magzatvizet a tüdőből, attól a pillanattól kezdve a lineáris időillúziójában élünk, mely ennek a testnek a szempontjából iszonyú konkrét, nem tudod visszaforgatni. Három térdimenziónk van, de csak egy idő. A három térdimenzióban gyönyörűséges hátraszaltókat és előreszaltókat lehet csinálni, az időben ezt nem tudod megtenni. Iszonyú kötött. Tehát onnantól kezdve, hogy megszülettél, egészen a test elhagyásáig egy kontinuum van a visszafordulás, lassítás, gyorsítás lehetősége nélkül. Nem a szubjektív időről beszélek, hanem arról a biológiai időzített bombáról, ami születésed óta ketyeg benned. Ami végül is oda vezet, hogy Zsizsán bosszál, nyugodjék békében, és vége. Így, ahogy itt látod magad, és látjuk egymást, úgy vége. Aztán, hogy milyen utána, az már a te tudatos függvénye. Tehát azért mondom ezt, mert erre a realitásra, a zen kör tanításra nagyon komolyan és közvetlenül ráébreszt. Ebben a lineáris időben, amiben megszülettünk, mit teszel, merre haladsz, hol állsz, milyen a tudatod, és amikor innen mész, mit viszel magaddal. És hogyha tényleg úgy látod a világot, ahogy van, úgy látod magadat és másokat, ahogy vagyunk, akkor lépsz be az ilyenség birodalmába, tathatá, vagy mutathatá, és ekkor vagy képes a feléd áramló és elnyelt szenvedést transformálni, és nem szenvedés formájában visszaadni, hanem nagyon tiszta, világos gondolati, érzelmi és fizikai energiát csinálsz belőle, de ehhez viszont el kell tudnod nyelni, és ürességgé kell tudnod fosztani azt, ami ér. És ez gyakorlat nélkül nem megy. Ez a megértésből nem megy. Ehhez az intellektus kevés, az érzelem pedig néha sok. Tehát ezért kell valamiféle meditációs tapasztalat, hogy ez a léted alapjává válhassék, mert ez nincs meg, akkor bármiféle nagyobb sok, válság, baleset, nyereség, veszteség pillanatokat félretolja azt a struktúrát, amit te spirituálisan magadnak építettél, és amit elhiszel, és amiben behelyezed magad, és amivé szeretnéd tudni magad, de kemény időkben rájössz, hogy ez nem te vagy, és benned még ott üvölt az állat. Csak sikerült szájkosarat adni rá. Tehát a zen az nem szájkosarak, elfojtások, gátlások és jópofi modoroknak a felépítése, hanem az önmagaddal való szembenézés, a világ korrekt meglátása magadon keresztül, és ez az elején nem kellemes, mint ahogy a klóros vízzel való takarítása jó illatú, és a kórházi műtét sem tölti el örömmel az embert. De a frissen mosott autót azt értékeljük, a takarított lakást szeretjük, és a műtétből felgyógyult testnek jobban örülünk, mint a betegnek. És éppen ezért, hogyha valaki a meditációt elvállalja, akkor nem rögtön lesz boldog, de az a boldogság, vagy világosság, vagy együttérzés, vagy egyéb pozitív minőségek, amelyek jönnek később, helyes gyakorlat esetén, azok nem ilyen kérész, vagy tiszavirág életűek lesznek, mint a bebeszélt, vagy szugerált dolgok. És azok veled tudnak maradni, mert folyamatosan azokat teremted újra a tiszta tudatból, és nem a szokásaidra alapozva azoknak rabjaként élsz. Hogy ennyit szerettem volna bevezetőnek elmondani a zenkörről és az ilyenségről, illetve a tudat aktív és reaktív természetéről. És most
nagy örömmel várom kérdéseiteket, bármilyen is legyen, akár a mostani, múltkori, vagy egyáltalán nem ehhez kapcsolódó módon. Meditáció nélkül valaki képes meg úgymond elérni a 180 fokot, vagy ahhoz teljesen szükségszerű az, hogy ha el is éri, akkor is korábbi életébe hozta magával. Mm-hmm. Tehát én nem láttam olyat, hogy gyakorlat nélkül ez menne. Mm-hmm. Én most nagyon pragmatikus vagyok. Mm-hmm. Ez nem azoknak a minőségeknek a tagadása vagy kétségbevonása, amit nagyon nagy tanítók hoztak. Hát Sri Ramana 17 évesen állt, élt át olyat, hogy azt mondta, ennek nincs szüksége nevelésre, és ment az Aruna csalára. Mm. Buddha 28 évesen élt át egy olyat, hogy ugyanez a haláltapasztalat, csak ugye egzisztenciális és érzelmi vonatkozás, és 6 év gyakorlat után jött el a teljes realizáció. Bodhidharma nem tudjuk mikor volt, de mire már Kínába ért, addigra olyan elképesztő erőt, tisztaságot és uralmat fejlesztett, hogy 9 évig tényleg teljes gyánában, negyedikben ott ült, és gyakorlatilag a testét az beütötte addig, amíg az ő tanításához elérkezett az idő, és 9 év után elkezdett tanítani. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt látni, de az ok és okozat törvénye az kőkemény, mert nincs mögött a személy. Ha személy lenne, akkor azt mondom, hogy Vasi bácsi, adok magának egy 20-as, ne így legyen ez az ok és okozat törvénye. Jó, kicsikét könnyítsük már ezt a helyzetet. De ez nem így megy. Az ok és okozat egy rendkívül érdekes módon működő mechanizmus, mert nincs mögötte egy valami személyes vagy személytelen intelligencia, amelyik megvesztegethető lenne. Nincs ilyen. A mi tudatunk teremti az egész realitást, de a teremtett realitás baromi kemény törvények szerint működik. Ezt hívjuk karmának, ok és okozat törvények. Magyarul nincs befektetett munka, nincs eredmény. Az, hogy valaki megvilágosodik, nagyon nagy munkának az eredménye. Vagy ebben az életben, vagy a korábbiakban. Nincs mese. Be kell fektetni az energiát. Jó? És a megtartás az még egy külön történet. Tehát olyan mestert nem láttam, akármilyen színű, rendű, stb. Kultúrájú volt, aki ne napi szinten tolta volna az iszonyú kemény adaggyakorlás, pedig már élő Buddha volt, zenmester volt, Rinpoche volt, Mahatéra volt, Siddha volt, akit akarsz, bármi. És még keményebben, illetve még intenzívebben csinálta. Tehát ez annyira egyszerűen látható, tehát ha már érzed, hogy mennyi tudat függ tőled, és mennyi tudat kapcsolódik hozzá, a te gyakorlatod segíti és inspirálja őket, és energizálja őket arra, hogy a saját házi feladatokat elvégezzék. Ahogy az elején mondtam, és korábban is, nem végezhető el mások helyett a karma letisztítása. De rettenetes nagy segítség adható. Hát most képzeld el, hogy a Dunán egy ilyen kis kenuban áral föl, vagy sodrásnak levezel? Hordóval, vagy csak egy cekkerrel? 2 hétig, vagy csak 2 óráig? Az nagyon nem mindegy. De neked kell vezned. Köszönöm. Más kérdés? Kultúrák közötti különbségek megértésében nekem utána a legnehezebb dolog az volt, hogy adott helyzetekre, adott reakciók nem egyeznek a két kultúrában, és ez rettenetes frusztrációt tud okozni, akkor is, ha fejileg érti az ember, hogy különbség van, de egyszerűen, hogy semmire nem az a válasz, amit én egész életemben megszoktam, tanultam, várnék, ez borgalmasan frusztráló elemény tud lenni. Kultúrsok. Ez bizony így van, és nekem az első kultúrsokkom az Bulgáriában volt még, bőven az ázsiai. Ugye útjaim előtt, tudod, Bulgáriában, igen, de az ember így ledöbben, hogy ez most hogy van. Itt is az van, hogy azt az intellektust, ami az interpreter, tehát interpretálja, érti a feléd áradó gesztusokat, akkor ki kell kapcsolni, mert szerencsétlen rosszul van programozva ahhoz a helyzethez képest, és közvetlen rátekintéssel, az adott helyzettel, pillanattal való egyéválással kell kiváltani a gondolkodást, mert a gondolkodás az ott és akkor helytelen. És érezd át, hogy pontosan mi jön feléd. És tanulj meg úgy kommunikálni velük, hogy az ne szó és beszéd függő legyen, és ez egy nagyon-nagyon kemény
gyakorlat. Hogy érezd át, hogy pontosan mi jön belőle, még akkor is, hogyha nem érted, hogy mit mond, vagy mozog valamit, de ő azt nem úgy gondolja, hogy te érted. És akkor ki kell kapcsolni, ahogy Skywalker kikapcsolta a célzó berendezést, hogy feel the force. Tehát ugye, most mindenféle ilyen misztikum és egyéb sallangok nélkül rá kell érezni, hogy a másikban mi van. És akkor a kultúrsok enyhíthető. De a kultúrsok az ott van. Én emlékszem az első fél évben mi volt Koreában. Folyamatos harc azzal, hogy se verbálisan, se nonverbálisan, se gesztussal, se puszta ugye, egy térben léttel, nem értettük meg egymást. Szerencsére volt zen forma, és volt egy nyugati közösség, Szóú kellős közepén Hagyeszában, ahol ugye le tudtuk fordítani ezeket a dolgokat, de aki egyedül megy ki Koreába, és ugye világi szinten próbál meg ott boldogulni, és nincs egy elfogadott több száz éves kultúra, ami a gyakorlat formáját szabályozza, hát ez elég hervasztó tud lenni. Úgyhogy ilyenkor az első kitörési pont az az első koreai, aki téged megért, és akit te megértesz. Ennélkül a kitörési pont nélkül nem lehet otthonra találni az adott kultúrában. De ez igaz a Észak-Kelet Magyarországra is. Ott is kultúrsok van, hogyha oda mész kőkeményen. Úgyhogy ott is kell egy olyan kis közeg, egy olyan kis közösség, vagy egy fő, egy valaki, aki megért. A verbális megértésen túl sokkal rosszabb a gondolati meg nem értés, vagy nem kompatibilitás az embernek. Hogy amit én gondolok, vagy én tudom, hogy az én reakció, vagy az én 30 akárhány év alatt megszokott reakció az lenne, hogyha én azt mondom, hogy ő azt gondolja, hogy és semmi nem kompatibilis, de maximális. Teljesen. Mondom már, az egész addigi karmát, megszokás és egyebet félre kell tenni, és lelkileg újra kell születni abban a kultúrában. Tabula rasa, mindent megtanulsz. És kifejezni, tehát megtanulni azokat a kifejezéseket, amelyekkel a hibákat végül is orvosolni lehet. Tehát a legelső, amit megtanultunk így a szerzetesi világban, ez a, amikor kis hiba volt, ez a milyen amnida, sajnálom. Nagyobb hiba, kicsit nagyobb, csámot teszem amnida. Nem jött ki jól a lépés, nem tudtam nem sem megtenni. Amikor már úgy húsba vágott, mert kínos volt, akkor ez a Csesung Hamnida. Ez a most már nagyon-nagyon sajnálom. És amikor már annyira sajnálod, hogy már le is kell borulni valaki, akkor ez a Dédani Csesung Hamnida. Ez a most már, de tényleg nagyon. És hogyha ha már tényleg olyan, hogy most már vége a világnak, akkor ez a Csame Hamnida, ez a szó szerint szívem legmélyből megbánom. Tehát ilyen fokozatok vannak. Ezeket meg kell tanulni. És hogyha az ember megtanult kellőképpen elnézést kérni, bocsánatot kérni, kifejezni ugye a megbánását, akkor onnantól kezdve elindulhat egy olyan tanulási folyamat, ami hát előbb-utóbb szintre hoz. Uram, bocsánat, mivel felnőtt fejjel tanulod, és másképp, mint hogyha biológiailag beleszülettél volna, még néha nagyobb tudást is ad, mert jobban át tudod járatni magadban. Nincs egy tudattalan része. További kérdés, mondjad. Ezzel kapcsolatban egy rekérdésem, hogyha én már engedtem és megtanultam a fokozatokat, de a másik fél nem akarja ezt. Én akkor viszont erőlködöm, de ő nem enged. Akkor viszont kérdezni kell. És okosan kell kérdezni. Vázolni kell a problémát, és megkérdezni, hogy hol van az én hibám ebben. És akkor rájön, de hogyha megpróbálsz a másik hibájára rámutatni, amit te hibának érzel, de ő nyilvánvalóan nem, akkor ellenirányba tolod a kajakot, tehát akkor feljön a lefolyóból a szennyes víz, az biztos. Micsoda? Hát mit nem értesz ezen? Tehát nem így. Ez az, hogy hol van a hibám, amit javítani tudnék ahhoz, hogy pont. És akkor, ja, hát itt egyébként nincs is olyan probléma. Vagy hát jó, hát akkor csináljuk meg együtt. Vagy és akkor tovább kérdezel. A kérdés egyébként irritáló és idegesítő mindegyik kultúrában, de a bátorság, a szellemi bátorság egyik fontos alapeleme a nagy kérdés. Tehát ennek kell nagy hit, és kell a nagy bátorság, ez a három komponens, tehát kérdés,
hit és bátorság. Ugyanis, hogyha felteszed a kérdést, akkor hinned kell abban, hogy ez segít, az arra adott válasz, vagy viszont kérdés segít. Ha pofán vágnak, akkor is segít, mert te megnyitottál valamit a tudatban azzal a kérdéssel, és azt már nem vehetik el tőled, mert feltetted a kérdést. Ezt minden kultúra bizonyos szinten kevéssé tolerálja. És nem kíván törlendő, de most csak nézzünk bele a Csoszön dinasztiába, a gyönyörű 500 évben, amikor, hogyha megláttak egy zen szerzetes koldulni a városban, bármely városban, vérmérséklete szíven megverték, kitoloncolták, helybe lenyakaszták, bármi lehetett. Tehát azért felkoncolás az nagyon ritkán volt, mert egyébként sem mentek be, de nagyon szigorú büntetés mellett nem lehetett városba koldulni, zen tanítani, stb. Mert a feltett kérdések, hogy mi dolgom a világban, miért születtem meg, mi dolgom a társadalomban, mire kondicionálnak, mit vagyok hajlandó elfogadni ebből, mi a valódi választás és mi a képzelt választás, ezek mindig kényelmetlenek a hatalom adott birtokosainak. Legyenek azok királyok, hercegek, grófok, elnökök, miniszterelnökök, stb. Kényelmetlen, mert az azzal azonosult egóképet kérdőjelezi meg. Ezért Csoszön dinasztia azt mondta, hogy irány a hegy, és hogyha meghallok egy árvaszál zentanítást a városba, iszonyú pofoszkodás lesz. Tehát volt ritus, volt szutra, volt ilyen közösségteremtő, erkölcsnevelő, etika, stb. Minden, ami kell a társadalom összetartásához, és ezért adtak is, tehát tudták, bót van, és a bót az az, hogy akkor építünk nekik templomot, vagy engedjük, hogy ez legyen, vagy az legyen, de a határon nem lehetett túlépni. Minden igazi zenkolostor ezért van a hegyen. Mert őket kömés hagyják békén, de ugye most már látod azt, hogy van komoly városi meditációs kultúra Szöulban, hatalmas, tehát Songdo, Jeta van, a különböző zenközpontok, Anguksan van, Nunginson van, a Vagyasa International, amit akarsz, minden van, akkor nem lehetett, és 500 évig fönn voltak a hegyen, ették, amit hátukon fölvittek a hívek, a sindonim, és csinálták a dolgokat. Na most ettől nagyon tiszta maradt az egész, viszont az uralkodó házak egymás után és a társadalom nagy része mentesült azoktól a kérdésektől, amelyeket csak azok tettek föl maguknak, akik egy picit már úgy másképp kezdtek el gondolkodni, és hogy legyen hozzá társaság, mert lehessen továbbvinni, megtalálták a hasonszőrű, nem szükségszerűen lázadó, de a felébredést kereső embereket. És a felébredést keresők, azok mindig gyanúsak. Azok valami mást akarnak. Azok nem jók vagy rosszak, csak mások. És nem úgy mások, ahogy mások mások. Hanem úgy szellemileg mások. És ez gyanús. Ez itt valahol nincs rendje. Tehát, hogy ezt illusztráljuk, volt egy ilyen kutya, akit úgy hívtak, hogy Birch Mary. Agárverseny. És tudod, az agárverseny az úgy zajlik, hogy kis kutricák, kutyuk ott vannak, műnyúl, valami szaga is lehet, azt hiszem, műnyúl, megindul, ketrecaj, autó kinyíl, puff, és már is rohannak, hogy műnyúl után, szem két kör van, és amely győz, győz. És a Birch Mary, ez egy érdekes kutya volt, valami másképp volt a tudatában, mint az átlag kutyának, és amikor elindult a műnyúl, és rohant egy darab, és így megállt. És így látta, hogy így megy körbe a műnyúl, és így bevárta a műnyúlat, amíg a második körét, és ráugrott, és elkapta. Diszkvalifikálták rögtön. Nem indulhatott több versenyen, mert elkapta a nyulat. Elérte a társadalmi ideált. Elérte a célt a mocsok. És ezért nem indulhat a versenyen, ahogy mindenki csak rohan a célok után, de ezt valahogy évszázadok óta, mint emberi faj nem tudjuk elérni, és kitesszük ezeket hatalmas transzparensekre, és így marhára futunk utánuk, és valamilyen mindig nincs meg. De ezt 4 évenként, vagy x évenként mindig oda tűzzük magunk elé különböző felrekezre, és mindig rohanunk utána. De ha elkapod azt az ént, amelyik ezt csinálja, na az gyanús. Ha rákérdezze, hogy ezt ki csinálja, ki kergeti, mire jó, tehát ez gyanús, ez nem jó. Ha rá akarsz ébredni a működésére, az nem. Mert akkor nem vagy manipulálható, nem vagy meghűíthető, stb. Stb.
Tehát szellemileg önálló vagy, látod az utadat és látod azt is, ami szegélyezi, és amikor az okot és az okozatot elkezded felfedezni magadban, másokban és a világban, hát nem jó, hát nem vagy függő helyzetben, nem kell neked megmondani a tutit, mert nem bemagyarázható a sok hülyeség. És akkor így homlok a homlokhoz így jelent, akkor uraim, most ez hogy van? Üljünk le és nézzük meg, hogy valójában hogy van? Egyszerűsítsük le, rakja félre mindenki azt, amit ideában, elvárásban, betartásban gondol, és puszta ok és okozati szinten nézzük meg, hogy itt most valójában jön. Ez nem lesz. Se itt, se máshol. Tengeren, innen, tengeren, túl, időzónában, ide vagy ott, nem. Azokat nagy részt menjen fel a hegyre, minket ne zavarja. De van, amelyik visszajön. Igen. További kérdés. Mondjad. Én? Igen, mert serceg és mocorog, ne folytsd vissza, mondjad. Nincs kérdésem. Arany drága szüveim, ahogy ezt nagy művészünk mondta. Megvárjuk, megvárjuk. Ma még megfő. Mint a kolompér a tető alatt rezeg. Mondjad, Anna Mária. Hogyha az érzelmeket késbe lehet kapcsolni gondnyomáshoz, mert ha valami jó szituációt történik, igazából senki nem mondja, hogy én nemesek vagy örüljek. Ha valaki felbosszant, senki nem mondja, hogy én most bosszankodjak és idejesítsem magam. 99%-ban miért nem tud még odáig eljutni az ember, hogy ne azt a rendszót adja? Mert megszokta. Megszokta, és mert annyira megszokta, nagyon gyors, tehát nanoszekundumok alatt legyártod a reakciót. Ez van begyakorolva, és még nem tapasztaltad azt, hogy milyen hátra lépni a vászontól. Emlékszel Morrisnak a Barbárok című novellájára? Ha valaki nem olvasta, legyen szíves, frissítse fel gimnázium vagy középiskolai irodalmi tanulmányait. Remélem még benne van a tantervem, most már ugye nincsen rózsa tövis nélkül, nem tudom, hova szúr. Tehát a lényeg az, hogy barbárok, ugye világháborúból vagy háborúból visszajött emberek, és leír egy gyilkosságot a novella, és pont azt a tudatot jeleníti meg, és Moritz az, aki gyakorlatilag két ecsetvonással egy panoptikumot fölépít. Tehát olyan elképesztő jellemrajz van, hogy süt a papírból ki az, ami ott fortyog. Azt szokta meg. Azt szokta meg, és képtelen alkalmazkodni. Képtelen a pillanatot alapul venni. A saját szokásait veszi alapul. És innentől kezdve rab. Nézzünk az utolsó bekezdését, ahogy a bíró rájuk néz, és az utolsó mondat, ami ott van. Brutális. Más kérdés? Én szeretnék kérdezni, ha ez most így nem tudom aktuális, hogy volt az előbb szóval, hogy a lélek hallhatatlan. Azt nem mondta senki. Ja, nem így. Tehát, nem így volt. Tehát volt előző életünk, akkor talán így. Így igen. Ezt hogy így lehet. Ezzel kapcsolatosan, hogy erről van-e bizonyosságunk, vagy arról honnan tudomást szerezni, hogy nekünk, hogy milyen életünk volt. Ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag most, amilyen életünk van, ebben a pillanatban, ez minden múltnak a summázata. És most, amilyen életünk van, és amilyet csinálunk magunknak, az az összes következő életünknek a magva. Tehát, ha meg kellene tudnunk, hogy kikkel voltunk együtt mi az előző életünkben, akkor nézzünk körül jól magunk körül, ugyanis pont ezekkel az emberekkel. Igen. És hogyha nem változtatunk, akkor a következő is hasonló, vagy ugyanezen emberek között leszünk, és ez rajtunk múlik. Az a szép, hogy ez nem egy tudomány, nem is vallás. Tehát nem ortodox módon kell hangoztatni hitelveket rogyásig, és kupán vágni azokat, akik nem ugyanazt hiszik, mint mi, de nem tudomány, ahol racionálisan, kísérletileg, logikusan, követhetően, ismételhetően, érzékszerűleg felfogható módon, elnézést, Kacz és Fodor uraktól kicsit bővítettem a tudományelméletet, de gyakorlatilag ezek az alapok. Tehát nem tudományos módon kell bizonyítanunk, tapasztalati úton lehet. És ez mind ebben a pillanatban van. És én esetleg honnan tudhatom meg, hogy én nekem hogy volt az előző életem? Segít az, hogyha megtudjuk?
Nem tudom, csak úgy kíváncsi volni. A Buddhát nagyon sok mindenről kérdezték. És érdemes megnézni azt a 16 kérdést, amit nem válaszolt meg. Ez a 16 kérdés a három kérdéskörre szűkíthető le. Az egyik az ember, hogy volt-e első születésünk és lesz-e utolsó, ez ugye odavág a lélek halhatatlanságának a képzetéhez, mítoszához, odavág. Utána az istenek létéről, hogy ők halhatatlanok-e vagy sem, ők születtek-e vagy sem, fölöttünk állnak-e vagy sem. Tehát ez egy olyan kérdéskör, amely a Buddha szintén nem válaszolt, és az univerzumról ugyanezt megkérdezték. Az emberek akkor sem voltak buták. Tehát pontosan látták, hogy mi van, csak nem mérték meg ugye műholdakkal. És megkérdezték, hogy az univerzum az véges vagy végtelen, keletkezett-e, és hogyha így van, akkor ez megszűnik-e. Feltették ezeket a kérdéseket, ebből 16 van, és a Buddha egyiket sem válaszolta meg, mind csendben volt. És aztán megkérdezték, hogy ugyan már miért. És azt mondta, hogy ő azt tanítja, hogy mi a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. Tehát az ilyen irányú kérdésfeltevés nem rossz és nem jó, de nem segíti a jelen élet problémájának a megoldását. Én azt mondom, hogy a valós problémákra kell koncentrálni, és azt a legjobb eszközökkel megoldani, és azt meg megsúgom így magunk közt, hogy melléktermékként, véletlen találatokként bejelentkezhetnek olyan válaszok, amik az ilyen kérdéseket segítenek ugye más megvilágításba helyezni. Nem biztos, hogy teljes értékű választ adunk arra, hogy mi volt az előző életünk, stb. De ez most itt felesleges, mint közvetlen kérdés. Tehát minden, ami múlt ebben a pillanatban, mint eredmény kulminál, és amit mi ebben a pillanatban teszünk, az teremti a jövőt. A lineáris idő egyébként is illúzió, ezért nem kell nagyon foglalkozni vele, de ez a pillanat, ez olyan elképesztően reális, hogy csak na. És ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő, csak mi ezt létünknél fogva eléggé kibontottan látjuk. A pillanatnak az igazi művészete az, hogy felfedezem benne azt, amit múltként, jelenként és jövőként élünk meg, de az itt és most van. Ezért a nagy tanítók azt mondják, hogy eredetileg a világ nem jelent meg és nem tűnik el. Eredetileg mi nem születünk és nem halunk meg. Eredetileg nincs jó és rossz élet és halál. És eredetileg nem szétválasztott kis tudatcsomagocskákban élünk. Eredetileg nem vagyunk egymástól elválasztva, mert eredetileg meg se születtünk egy ilyen létesülésbe, amiben most vagyunk. De felvettük a testet, felvettük az érzékszerveket, lineáris időt és háromdimenziós teret tapasztalunk, és a dolgunk az, hogy felfedezzük ennek a létmódját, hogy ez hogyan keletkezik, hogyan működik, hogy relatív minden, ami megjelenik ebben a kontinuumban, és maga ez a kontinuum is relatív. Tehát nem abszolút, nem más valaki által teremtett. Nagyon sok mindent meg lehet erről tudni, és ezek létfontosságú tapasztalatok ahhoz, hogy helyesen intézzük a dolgainkat ebben a világban, ebben az életben. Jó? És akkor mit tudunk tenni, hogy jobb emberi lényé legyünk? Honnan jön a jó és a rossz? Azt a forrást kell megtalálni, mint a meleg és a hideg csapot, és hogyha gyümölcsöt mosunk, akkor azt általában hideg vízzel, ha pedig arcot mosunk, azt meleg vízzel, tehát megfelelő arányba kell keverni. Tehát a jó és a rossz honnan jön? Mi az egyáltalán? Mi az, hogy jobb ember? Mindenki jobb ember akar lenni, és között tönkre megy a világ, és szétesik a társadalom. Most ez hogy van? Mi a jó és a rossz? Tehát meg kell nézni, hogy ez honnan jön, ez a dualitás, meg az összes egyéb, mi ennek a forrása, és hogy valójában mi van. Tehát, hogyha figyeltünk a zenkör végén elmondottak, hogy a valóság az ilyen. Az ég az nem jó vagy rossz, az ég kék. A felhők nem jók vagy rosszak, a felhők fehérek, feketék, vörösek, éppen milyenre festi őket az adott pillanat. Tehát lássuk úgy a világot, ahogy vannak, az, hogy jó vagy rossz, ez egy ember alkotta kategória. De okozatiságukban lássuk a dolgokat, és a világot, és magunkat pedig úgy,
ahogy valójában vagyunk, és ez az alapja, hogy helyesen tudunk élni, halni, társulni, vagy leválasztódni. Ezekkel nagyon nagy gondjaink vannak. Tehát az élettel és a halállal, a társulással és a leválasztódással, vagy elválással egyik se szép, egyik se jó, egyiket sem mondjuk annak, hogy jaj, hát szülessünk már meg még egyszer. Így, tehát ugyanerre az alakra. Vagy halljunk meg többször, ezt se hallod. Vagy az, hogy ugye, váljunk el még többször. Meg volt? Azt hiszem, nem volt, majd lehet, tehát inkább nem kívánom. De lényeg az, hogy tehát ilyenek, ezek mutatják, hogy nem tudjuk rendesen kezelni az élet nagy dolgait. A kicsiket talán. Meg tudjuk, oké, most ezt a fogkrémet szeretném a polcról levenni, és betenni, és hazavenni. Ilyen szinten tudjuk, hogy ezt a kekszet, vagy ezt az üdítőitalt, ezt az autót. De hogy milyen társat választunk, milyen életmódot választunk, hogy élünk, hogy halunk, hogy társulunk, hogy válunk. Nagyon nem sikerült több évszázad alatt létrehozni valamit, ami lényegileg különbözne a korábbi rutinoktól. További kérdés? Mondd. Most nem voltam olyan bátor. Sok kérdésem van, nem voltam olyan bátor. Amikor leginkább fickándozik ott a kérdés homokozóban, azt kell kiültetni. Igen, és jó, akkor most ezzel kapcsolatban, hogy ugye ugyanazok az emberek vesznek körül minket, tehát a következő jelvő is visszük magunkkal. Viszont vannak olyan emberek, akiket valamiért nem kellett volna bevenni az életbe, hogy ezt meg lehet érezni, hogy téged nem kéne, mert az csak rossz lesz nekem. Hát akkor el kell oldozni azokat a kötelékeket. Tehát itt nem biztos, hogy ezek személyesek, de típusok. Tehát, hogyha te például egy áldozattípus vagy, akkor életről életre a gyilkost bevonzod. És teljesen mindegy, hogy az ugyanaz vagy más, ez irreleváns, csak valaki mindig meggyilkol, mert te mindig áldozat vagy. Jó? Tehát ezt nem kéne. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy meg kell azt, ezért adtam az előző válaszra a pillanat jelentőségét. Ugye? Ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő. Hogy ezt kellene felfedezni, hogy ebben a pillanatban te hogy teremted meg magad és ezt a világot. Mert amilyenre konfigurálod magad, olyan lesz a világ is. Ugye yin-yang, ugye? Yin és yang, koreaiul yin-yang. Ugye? Ez pontosan működik, mert ahogy az előbb mondtam, nincs személy, intelligent, egyszemélyes intelligencia mögötte. Tehát, hogy teremted a világodat most? Ha ezt megnézed, akkor azt is meglátod, hogy azt az adott nem kívánatos kapcsolatot te pontosan hogy hozod létre. Mi a te részedben? Mert egy botnak két vége van, egy kapcsolatnak legalább két pólusa van. Te és a másik vagy a többiek. Tehát te hogyan járultál hozzá ahhoz, hogy az az ember az életedben még mindig ott van? Tehát mi az a telefon, amit még állandóan fölveszel? Mi az a beszéd, amit még állandóan hangoztatsz? Mi az a cselekedet, amit még mindig teszel, holott már rég mostnád kezeidet és mennél el? Magadra vonatkoztatj ezeket a kérdéseket, és akkor meglátod, hogy valójában mivel vonzod be ezeket az embereket, és kőkemény realizációs praxis lesz belőle. Tehát olyan kőkeményen ki kell seperned magadból azokat a komponenseket, amik áldozattá tesznek, sérülékenyét tesznek, ilyen, tehát olyan, amit nem szeretsz magadban, amit nem akarsz, hát azt valami elképesztő őszintességgel és alapossággal kell magadban meglátnod. Mert a másikat te nem tudod meggyőzni arról, hogy tegye le a fegyvert. Ha ő gyilkos hajlamú, akkor ő ölni akar, csak hát téged talál meg, vagy mást? Az már rajta van. Valahogy mindig engem, de ez nem egyszerűen több, tehát mindig elfogyok ugyanabban a csapdában. Hát ez nehéz kenyér lesz, én már látom. Igen, mert én mindig elfutok. Ugye, tehát miért én? Miért? Ezt nem szoktam mondani, de fel kell tenni a kérdést, akármennyire is drámai, és akármennyire is ez a több évados drámasorozat, ugye? Fel kell tenni a kérdést, mert nem teszed fel a kérdést, hogy miért én? Akkor sem az én, sem a miértet nem fogod látni. Tehát meg kell látni az ént is, hogy miből áll, ez egy elég komplex dolog,
De a miértet, azt a bizonyos okozati kapcsolatot, vagy kapcsolatcsomagot, pontosan rossz barátnak teszem fel, felhív, és már megint be akar vinni a sülőbe, de te megint fölveszed a telefont, és te megint jó akarsz lenni, és te megint udvarias akarsz lenni, és te megint nem mondsz, hogy figyelj, most utoljára hívtál. Köszönöm, legközelebb nem veszem fel. Szevasz. Ezt egyébként nehéz kimondani, ez most bármennyire magyarul volt, az ember kínosan érzi magát, és miért én mondjam ezt? Tudod? De, és akkor leszünk passzív-agresszívak, akkor hazudunk, akkor színlelünk, akkor ez az, az, és ez annyira borzasztó, hogy magad előtt is így mész lefele, rosszul érzed magad, akkor megint örömet kell szerezni magadnak, és úgy szerzel örömet magadnak, hogy aztán attól megint rosszul érzed magad, hát ez borzasztó. Úgyhogy játszma. Ez az egész játszma az én megőrzésére, örömmel való feldíszítése, minden ilyesmire tett kísérlet, és ezeket az emberi játszmákat kell valahol magunk mögött hagyni, hogy ezek ne történjenek meg. Tehát ne játsz ezekkel az emberekkel. És ez a szónak most az általános értelme, nem az üncülke-bűncülke kis infantilizmus, nem. Tehát ne indítsd el a játékot, ne indítsd el a cselekvést. Ezért a koreai zenben van egy nagyon fontos két írásjegyes tanítás, ami a kínaiból jön. Kínai úgy hívják, hogy Wu Wei, a mandarin kiejtés szerint, és koreai Mu Wei. Ez szó szerint nem cselekvés, vagy nem mozdulat. A Mu az a nem, vagy nincs, a Wei az pedig cselekvés, vagy mozdulat. Ez azt jelenti, hogy a tudat mozdulatlan marad, tükrözi, érzékeli, megérti, de nem mozdul rá. Nem reaktív. És akkor az, ami jön felé, az visszamegy, mert egy tükörből a lézersugár ugye visszapattan. A tudatot tükréből ugyanúgy a harag, a vágy, a téves nézetek, ha te arra nem reagálsz, ha te azt nem fogadod be, ha te nem építesz ki vonzást és taszítást a másikat szemben, ahogy a magyar mondja, faladja a másikat. Tehát visszatükrözöd és puff, visszament hozzá, csak ez neked el kell hinni, nagyon erősen, tapasztalati úton el kell hinni, hogy ez így is megy. Hogy neked nem kell rosszat akarni a másiknak, hogy az ő helytelen karmája visszajöjjön, és valamiféle szenvedésen keresztül realizációban részesítsél, hogy így nem megy. Mert mi mindig rá akarunk tenni egy lapát, hogy majd én megmondom neki, majd én betöröm az ablakát, majd én molotov koktélt dobok az autójára, majd én. Hát igen, ám csak akkor részt veszel olyan módon a játékban, hogy az ugye becsavar téged is, és aztán jön neked is vissza. Ugye? Ez így nem megy. Ez megy, csak nem úgy, ahogy akarjuk. Tehát az univerzumban több hátrány van, az egyik, hogy nincs hozzá használati utasítás. Garancia levél meg még úgyse. 5 év vagy 300 ezer év, meg kell nézni, hogy szállsz ki. Tehát hol van az a pont, ahol téged már ezek a bizonyos emberek nem vesznek észre. Ahol már nem abban a térben és az időben vagy, ahol ők. Ez egy nagy művészet. Ez a megjelenés és eltűnés művészete. És ezt meg tudod találni. Most pedig pont az jó. Tessék? Most pedig pont az jó. Örülök. Tehát azóta, mióta ide járt, azóta jobb. Tehát most okosabb. Tényleg? Jaj, de jó. Nagyszerű. Kár, hogy még két alkalom és vége. Utána mit csinálsz? Nem a könyvek. Hát azért az nem olyan. Hát nem olyan, igen. Még nem tudom. De ez jó. Valahogy mindig lesz tovább, majd megbeszéljük. Egyéb kérdés? Hát ugyan használati utasítás nincs az univerzumhoz, de vannak tanítók még. Ugye a Buddhának is voltak tanítói. Hát az szörnyű eset, de hát mégis igen. És mondtad a múltkori alkalommal, hogy a koreai zenben is vannak tanítók, meg vannak olyan szerzetesek, és talán ők vannak többen, akik nem foglalkoznak tanítással. Nagy részük nem tanít. Tűnik azért, ahogy körülnézünk a világban, hogy igény azért lenne rá, vagyis legalábbis talán jobban lenne. Most mire van igény a világban? Nézzük már meg. Hát lehet, hogy nem tudják, hogy mennyivel jobb lenne. Tehát lehet, hogy fel sem ébred az igény, de akiben már felébred, az is belefuthat elég sok
olyan helyzetbe, ahol nem azt kapja, amit akar, és persze ez is tanulási folyamat, de oda akarok kiukadni, hogy a zen körnek melyik azok a pontjai, ahol még jó, hogyha van valaki, akitől lehet tanulni. Hát szerintem mindenhol kell egy olyan tanítói háttér, amely a függetlenségedet mindig visszaadja. Ezt a mondatot így egyszerre. Olyan tanítói háttér, amely segít, tanít, de a függetlenségedet mindig visszaadja. Ugyanis sem a 90 fokból, sem a 180-ból, sem a 270-ből nem lehet igazából úgy tovább mozdulni, hogy ha te teljesen megvagy a tudásoddal, az ürességeddel, a mágiáddal elégedve, akkor önállóan marha nehéz onnan kirobbanni, vagy nagyon sok időbe telik, amíg annak az állapotnak is a hátrányai meg nem mutatkoznak. Kell a tanítva, még mindig így tovább rúg egy kicsit így műcsó, de olvasd el Mangong Szunyinak a történetét a Hamuta Buddhára című. Kyonko Szun úgy kiverte belőle az összes elérést, hogy nem maradt semmi, és akkor világosodott meg, amikor már nem érte el semmit. Az kell egy tanító, aki az újraépülő egódat így pillanatok alatt porrázúzza, és akkor felszabadul az eredeti tudat energiája, megmutatkozik az eredeti fény, és hogyha még egy ego kérget ráépít, ez az így puf! Az is tört össze darabokra, és elindította a realizáció láncreakcióját. Ezért kell a tanító. A tanító mindig kell, de soha se függ tőle. Kövesd a tanítást, de nehogy a tanító személyét, mert akkor nagyon gyorsan. Árnyékvilág. Nem jó? Nem kellemes? Nem tölt el jó érzéssel. Tanítótól azt várjuk, hogy jaj, hát tanítsa már meg, és én azt tudjuk, igen, csak hát ez nem így megy, hogy megtanítjuk, beírtuk a kis tudatunkba az adott scriptet, és akkor működünk, mint a programozott buddhák. Hát a buddhák nem programozottak, kérem szépen. Nem. Pont azokat a scripteket kell éppen kiiktatni, azokat a karmákat, és azokat a borzasztó berögződöttségeket, amelyek például egy megvilágosodott egoitás illúzióját keltik. Hát az nagyon nagy munka. Más kérdés? Mi csináljuk azokra az emberekkel, akikről azt gondoljuk, hogy azt hiszik, hogy nekünk segíteni kéne nekünk? Törődni például igazából, vagy magunkat tudjuk olyan? Ők úgy gondolják, hogy nekünk segíteni kéne, vagy pedig csak mi gondoljuk azt, hogy nekünk kéne nekik segíteni? Hát akkor viszont azt hiszem, hogy téveigés eset áll fönt, mert hogyha ők nem kérnek belőlünk, illetve az általunk adandó segítségből, akkor itt valami hiányzik, akár az érettség, akár a kapcsolat, akár a közös nevező. Tehát nem lehet senkinek a torkán lenyomni a fagyit, mert megfullad, tehát kész. Viszont ott kell állni kötszerrel, vizes tállal, fertőtlenítővel, kórházi csomaggal, mert előbb-utóbb mindenki megüti magát. Akár szeretjük, akár nem, akár mellettünk, akár távol. Tehát készen kell állni arra, hogy a helyzet megnyitja az illetőt, de ha nem nyitja meg, illetve amíg nem nyitja meg, az idődet vesztegeted. És ne vesztegesd az idődet, mert az ellenállással az illető csak vastagítja a falat közted és közte. Stand by. Állják készen. Más kérdés? Bocsánat, mert ez kapcsolódik a lehet a kérdés. Nem kell kapcsolódni, egyiket sem mondja. Jó, hogy akkor tényleg, hogy dönts el az ember, hogy melyik, hogy kihez viszonyuljon, és hogy. Tehát, hogy ha valaki nem hangyőzés ellen áll, akkor nem tudjam, hogy nekem ezzel az emberrel feladatom van-e, és álljak ott közben. Látni kell, pontosan látni kell. Tehát ha például te vagy a gyermekgyógyász, és a gyerek ellenáll a kötelező védőoltást, akkor beszélsz anyukával, anyuka fogja már, hogy mégiscsak meg kéne adni, stb. Tehát nem ilyen ellenállásra gondoltál. Felnőtt, kőkemény, falépítés, játszmázás, torzítás, terelés, tehát ilyenek, és akkor van az, hogy nem erőszak a disznótól. Ha adódik,
komolyabb helyzet, jössz te még az én utcámba, és akkor az egész nyugodtan, nincs sértődés, nincsen probléma, ha kell, akkor majd használod, és amíg nem kell, addig a világért, és addig elmegyünk kávézni, teázni, bulizni, jól érezzük magunkat, de te tudod, mert látod, hogy ennek az embernek itt és itt buknia kell, mert olyan karmát épített föl, ami ezt így be van készítve. Be van készítve, és akkor oda kell állni azzal a mélységgel, vagy azzal a spirituális töblettel, ami azt az embert segít, és ez messze nem elmélet. Tehát, hogyha valaki felsebezte magát, és lógnak ki a belei, akkor azt mondja, hogy figyelj, beszéljük már erről egy kicsikét. Tehát ez nem, akkor rögtön kórház, doktor, stb. Tehát egyszerűbben szomjas, adj neki inni. Nem szomjas, ne akard megitatni. Küld ki a Szaharába, majd akkor kell a víz. Tehát amikor ő kéri és a segítséget. Igen, de neked látnod kell, hogy ez az ember oda megy a Szaharába, szomjazni fog, nem lesz út, víz kell neki, be kell készíteni. Tehát ezért mondtam az előtt, látni kell, és nem beszélni. Állandóan beszéddel, élőszóval akarjuk megoldani, és az élőszó nagyon ritkán működik. Az emberek saját magukat akarják hallani, és nem téged. Egyéb kérdés? Nekem van egy ilyen barátnőm pontosan, akinek próbálok segíteni, de nagyon nem akarja, úgyhogy már feladtam. De valamiért egyszerűen nem tudom neki azt mondani, hogy na akkor most te a jobbra, én meg balra. Tehát valami úgy érzem, hogy még szüksége van valamikor majd rám, pedig már az én idegeim örlődnek bele az ő nem normális. Na most miért szeletelnéd föl a saját szívedet és nyújtanád oda a tárcán valakinek, aki egyébként csirkecombot akar enni? Nem mindig estére. Ne tedd ezt, ez a naivitásnak és az áldozattípusnak a keveréke. És ezzel senkinek nem teszel jót. Tehát a legtöbb ember, aki ilyen helyzetet elvállal, az szentül meg van győződve, hogy a nagyobb jó, vagy a közös jó, vagy a erkölcsi többlet és a magaslatok miatt ezt a szenvedést el kell vállalni, és csinálni, és stb. És ezzel egy baromi nagy érzelmi önigazolás legyárt. De egy akkorát, egy ekkora érzelmi önigazolás, egy kilóg a naplóból, ettől a probléma nem oldódik meg. Hogyha érzelmi önigazolással meg tudnánk oldani a problémákat, akkor tele lennék ilyen irgalmas szamaritánussal, és a világban egy deka probléma nem lenne. És mint tudjuk, a világ nem ilyen. Tehát ne szeleteld fel a szívedet, és tálald föl a maga véres, remegő valóságában, a másiknak, hogy hallani nem akar róla, nem érdekli, vagy úgy tesz, mintha érdekelne, de közben csirkecombot eszik, vagy vagdalt húst, vagy bifszteket nyersen. Tehát ilyenekkel nem kell foglalkozni. Azzal kell foglalkozni, hogy ha már nem kell a csirkehús, a vagdalt, vagy a bifsztek nyersen, és valami emberi kell, akkor ne a szívünket szeleteljük fel, hanem valami normális érzelmet, amire mindenki vágyik. Tehát nézd meg, hogy a személyek között tapasztalt szeretet hiányát 10000-féleképpen próbáljuk meg leküzdeni, elfojtani, transformálni, de nem lehet helyettesíteni semmivel. És ezeket a játszmákat kell oldani. Ezekből kell kiszállni, és valójában valami eredetit adni magadból, hogyha felszínre tudtad hozni, és akkor a kép, az érzet megváltozik a másikban rólad. Ez az ember akkor is szeret engem, hogyha én nagyon hülye vagyok. Igen, de ez az kell, hogy ne váltsd így ilyen apró kis szívdarabokra a te szeretetedet, és azt vár, hogy ugye viszont szeressen valaki, vagy észrevegye ezt, vagy díjazza ezt, vagy valami. Jaj, de jó barátnőm vagy te nekem. Nem fogja ezt mondani. Mondja, de utána megfogadja, amit kérsz tőle? Nem. Hát akkor játsz ma hegyek. Igen. Tehát ez a fajta feltétel nélküli együttérzésen és nem ragaszkodáson alapuló emberi szeretet az, ami elképesztően ritka, és ahhoz a mi saját belső minőségeinket kell nagyon magas szintre emelni, hogy ez egyáltalán elérhető és gyakorolható és átadható legyen.
és ezéken belül dolgozni. Ha nem dolgozol belül, ugyanazokat a barátokat, barátnőket vonzod be, akik valahol tükröznek téged. Megvan a saját karmájuk, megvan a saját sorsuk, de valahol tükröt tartanak eléd. Tehát látod bennük a saját hibáidat, erényeidet is, tehát most a hibákról van szó. Jó? Meg... Hú, ez bajulod. Akkor egyszerűsítsük le, addig meghallgatunk másokat. Jó. Én nekem nem kapcsolódom ehhez, hogy én nem szereteljük fel a szívünket, hogyha teszem azt, szerintem sejteni fogod, hogy kiről van szó, hogyha van nekem egy olyan kötöttségem, akit én nem tudok csak úgy elengedni, konkrétan család, és mégis mindig szeretelem érte a szívemet, és hogyha mondjuk elérem azt a pontot, hogy mégis elengedem, mert nincs több szívem, mert hogy elszereteltem, amit erre szántam, az visszafordítható. Amiről beszélünk, az nem szeletelhető és végtelen. Tehát ha te tényleg egyé válsz az univerzummal, és tényleg a saját énedet ugye, leküzdötted, meghaladtad, akárhogy fogalmazunk, de nincs útban többet, akkor korlátlanul meg tudsz újulni. És ugyanazon testben meg tudsz születni még egyszer. Tudatilag, lelkileg. Tehát az ember leglényege elpusztíthatatlan, és ezért minden válságból képes a megújulásra. Csak ehhez kell az a hit, ami nem szinte nem földi, mert nem valakiben vagy valamiben hiszel, csak a hit maga, a valósággal való teljes egyévállás, ami ennek a hitnek az alapja, ez visz tovább. És nem tudod, hogy mi az, de ha nem élted meg, akkor szétszakadsz, ha pedig megélted, akkor gyakorlatilag felrobbanhat minden körülötted, de mégis tudod, hogy abban a pillanatban mit kell csinálni ahhoz, hogy a következő lépést helyes irányban meg lehessen tenni, és ez igaz emberi kapcsolatokra is. De ha mondjuk teszem ezt, én akarok neki segíteni, látom, hogy bocsánat, beírtam fogalmi, hogy leseszelje, és én akkor is még próbálkozok, és még sincsen semmi eredmény, de akkor sem tudom föl. Annak van-e értelme? Van, csak hát a nem feladás, ez nem azt jelenti, hogy százezerszer és a falon ugyanabban a pontban belevered a fejedet. Tehát nem feladni az gyakorlatilag azt jelenti, hogy továbbra is akarsz segíteni, csak azt látod, hogy ezzel a módszerrel nem megy, akkor visszaveszed belőle, vagy megszünteted, és keresed az útját, hogy más módon segíthess neki. És mindaz, tehát akkor is, hogyha az illető él, haldoklik, meghal, újra összetek, tehát a négy állapot bármelyikében legyen, ezt a segítséget te nyújtani akarod, és hogyha nem tudod, hogy hogyan, akkor vársz és készen állsz, ha pedig az adott pillanatban megnyílik ennek a módja, akkor cselekszel és teszed szóban, érzetben, gondolatban, fizikai cselekedetben, bárhogy. De ahhoz, hogy te ne örlődjél föl, azzal magadban, magaddal nagyon tisztába kell lenni. Jó? További kérdés. Élénkek vagyunk ma nagyon, és ez nagyon tetszik. Ez a tudati éberség és vesgő tudatosság, ez nagyon kell. Ez tetszett, ugye? Akkor hajrá, menjünk tovább, és már nincs sok időnk. Ez a helyzet. Még pár kérdés, és elmegyünk haza. Most nem is igazából kérdés, hanem egy tapasztalatot szeretek megosztani, hogy 15 évvel ezelőtt egy olyan rajzban le kellett írni, hogy egy munkahelykeresésnek, hogy és 10 év múlva, hogy mit gondolok, hogy hol lesz a helyem, és társadalmi normák, meg milyen fokának felelek meg, amit ugye nagyon nevetek, hogy iskola, család, gyerekek, kutya, lakás, nem tudom mi, karrier. De ahogy elkezd foglalkozni az ember így a saját lényével, vagy fejleszteni az egyik, vagy a tudatára ébredni, egyre kisebb arrogancia érzeknek a külsőségeknek. Szóval, ha most megkérdeznék 20 év után, na most mit tudom, hogy 10 év múlva hol leszel és mit fog csinálni, lehet, hogy azt válaszolnám, hogy nem tudom, és nem érzem bajnak, hogy nem tudom. Én haladok egy úton előre, ami nekem jó, és teljesen irreleváns, hogy melyik országban, vagy melyik munkahelyen, vagy hol leszek 10 év múlva. Ez egy nagyon szép és a tudati érést mutató ugye, rövid történet. Erre szeretnék reflektálni egy Örkény egypercessel, ami mindenkinek ajánlom, mert amire ott ugye, Örkény István ráérzett az egypercesekben, mind téma, mind a műfaj tekintetében, az valahol nagyon unikum, és szerintem az a 22. században is velünk lesz. Tehát, hogyha minden más irodalmi forma könyvtárlakó lesz, azt még mindig olvasni fogjuk. És van egy ilyen egyperces, ami
pontatlanul idézve úgy szól, hogy volt egy portásfülke, és a portásfülkében ült egy ember, és 20 éven keresztül két kérdést tettek föl neki, az egyik, hogy X vállalat merre van, és erről azt válaszolt, hogy harmadik emeleten jobbra, Y vállalat merre van, második emeleten balra. És ez így ment 20 évig, és egyszer, amikor a forgóajtón a szürke hétköznapok valamelyikén a 100 000. Ügyfél jött át, ugyanúgy, ahogy az előző 100 000, és ugyanazt kérdezte, mint mindenki más, ez az ember belemerett a levegőbe, és azt mondta, mindnyájan a semmiből jövünk, és oda is térünk vissza a nagy büdös semmibe. Aztán be van fejezve az egyperces azzal, hogy valahogy vagy elbocsátották, vagy más munkakörbe helyezték, és valami frisset állítottak oda be. De maga ez a mondat, tehát annyira intuitíve, implicite ott van az, hogy ezt így, ahogy az életrajzban megkívánják tőled, vagy ahogy attól a szerencsétlentől a portásfülkében megkívánták, ezt így csinálni nem lehet. Tehát mi ennél valahol sokkal többek vagyunk, mint sem ilyen életrajzgyártó, vagy életmódgyártó géppé, bármilyen mechanizmus le tudna fokozni minket, és ezért leszünk valahol mindig lázadók. És ezért nem fogjuk elfogadni a kereteinket, a korlátainkat, a szervezeti, család és egyéb kötöttségeinket, mert érzed, hogy van valami a túloldalán. Van valami, ami ennél több. És valahol kevesebb, persze, mert megszabadulsz ezektől a kötöttségektől. És a szabadságnak ez a nagyon-nagyon komoly vágya, ami nem is tudod, hogy ez pontosan micsoda, csak már azt tudod, hogy mi nem. Ez a lehető legkellemetlenebb, irritálóbb, zavaróbb, borzalmasabb belső dolog, mert ez néha fölülír minden mást, és ez a nagyon primér belső törekvés, hogy érd el azt, amit szabadnak érzel, tudsz, és szabadnak élsz, ez átalakít minden mást. Utolsó, igen? Igen, volt szó, de a lélekről, hogy most akkor hallhatatlan a lélek, vagy nem. Tehát, hogy lélek és a test. Ez nem lényeges. Megköszönöm mindenkinek a mai megjelenést. Együtt voltunk és megosztottuk a dharmát ismét. És jövő héten veletek együtt ugyanitt. Köszönöm szépen. Köszönöm.